Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? Mit fog tenni? Felhívnám valamire a figyelmeteket. Vannak új videóim. A címe Kozmikus üzenetek. Ez nem minden nap jelenik meg, csupán akkor, ha látom a napi horoszkópban, hogy valami fontos történik. Akkor készítek erről egy videót. A következő november 19-én jelenik meg, és ebben a videóban beszámolok arról, hogy mi történik november 20-án. Tehát a videók mindig egy nappal előtte jelennek meg, így felkészülhetsz arra, hogy mi történik holnap. És akkor tudod azt, hogy mire kellene odafigyelni. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a jövő. Ő tervezi hosszú távon a jövőt. Az életút, ahol minden kivirágzik, tehát vannak nála szép tervek, amit szeretne megvalósítani. Ő mozgásba jön, lehet, hogy közeledik hozzád, és tervez egy közös jövőt, ahol minden kivirágzik. Ez a kártya jelenthet mindent, ami mozog. Sport, autó, egy kirándulás, változások, például egy költözködés. De a kártyák azt is jelentik, amit ő tervez, hogy közeledik hozzád, és ez a találkozás jól fog alakulni, hiszen itt kivirágzik valami. És a második kérdés, hogyan érzi magát? Nem túl jól, így mutatják a kártyák, hiszen itt vannak a kövek, ez egészen más kép látszódik itt a képen, mint ez az út, ahol minden kivirágzik. Az is lehet, hogy vannak problémái, nem érzi jól magát, fogva van ebben a toronyban, mint egy labirintus, keres egy kiutat, keres egy megoldást, de nem beszél nyíltan ezekről a problémákról, hanem úgy más irányba tekint, és úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is, és itt vannak a kövek, valaki megnehezíti ezeket a dolgokat, és jelenleg még nincs megoldás. A kövek lehetnek külső behatások, ami nem kellemes számára, valaki megnehezíti az életét, de jelenthetik a kövek a félelmeket, a bizonytalanságokat is, és így benne érzi magát ebben a toronyban, ebben a labirintusban, de látható, hogy kifele ő ezt nem mutatja. Mit fog tenni? Ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. És ő úgy érzi, hogy nálad találja ezt meg. Hiszen nálad megvan a biztonság érzete, ahol ő le tud gyökerezni. A fa jelenti a gyógyító erőt is, te adod számára ezt a gyógyító erőt, és akkor általad meg lesz itt a könnyűség és a kommunikáció.
Lehet, hogy ő hallgat, és nem mondja el azt, hogy mi bántja őt, vagy milyen nehézségei vannak. Úgy tesz, minthogyha minden rendben lenne, de te érzed azt, hogy valami őt betegíti. És mivel itt megvan a kommunikáció kettőtök között, felteheted ezt a kérdést, és ő majd nyitott lesz arra, hogy ezekről a problémákról ő beszámoljon. Amit a fa még jelenthet, az a türelem, hiszen a fának is időre van szüksége ahhoz, mire gyümölcsözik. Itt is időre van szükség ahhoz, hogy a köves út itt a jövőben virágot teremtsen, hogy kivirágozzon, hogy megváltozzanak a dolgok. Lesz egy más irány, lesznek változások. Ő ezt egyedül nem tudja megoldani. Neki szüksége van a te segítségedre, hiszen te nyújtod a gyógyító erőt. Te általad lesz meg a könnyűség. Mi fűz össze benneteket? A gyermekek. Lehet, hogy van közös gyermek, vagy gyermekek, és itt a család a fontos, de a gyermekeknek van szimbolikus jelentése is, mégpedig a fiatalos kisugárzás, az ártatlanság, hogy ő ebben a helyzetben tulajdonképpen ártatlan, az is lehet, hogy ő naív volt a múltban, mint egy gyermek, és most benne van ebben a nehéz helyzetben, ami lehet egy bírósági ügy is, amit a gyermekek itt még szimbolizálnak, egy új irány, egy új kezdet, és pontosan ez a terve, mert ebbe az irányba mozog, hogy itt a jövőben kivirágozzon valami. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!